Az ünnepek előtt jelentette be a hat baloldali párt, hogy közösen indul az ellenzék a 2022-es parlamenti választáson. Azóta több ellenzéki párt jelezte, hogy ez nem teljesen igaz, mert ők is vannak az ellenzéki oldalon, és nem csatlakoznak a hat párti listához. Ezzel jön Mészáros Kata. Vendégünk pedig Pál Éva, az Igen Szolidaritás Mozgalom jelöltállítási koordinátora. Jó estét kívánok, boldog új évet kívánok! Jó estét kívánok, én is boldog új évet kívánok, és köszöntöm a nézőket! Úgy tartják, hogy a jelenlegi magyar politikai klíma az Igen Szolidaritás Mozgalomnak is egy önálló indulást jósol 2022-ben, és Éva az egyik jelölt, aki azon dolgozik, hogy kellő számú induló lehessen mind a 106 választókerületben. Nos, hol tart ez a folyamat, hiszen úgy tudom, hogy az interneten is toboroznak, és meddig tartott ez az úgynevezett válogatás? Igen, az a helyzet, hogy én a csepeli tulajdonképpen a csepeli jelölt vagyok, és én vagyok a jelölti koordinátor, tehát az országos jelölt koordinátor. Hát, hogy hol tart? Jövő héten már szeretnénk bejelenteni az első részt, vagy az első kis csapatot, akik már biztosan jelöltek. Természetesen mi próbáltunk, ugye például Baranyában is próbáltunk már előtte ezzel a hirdetéssel élni, és ez nagyon-nagyon sikeresnek bizonyult, mert 10 000 embert éltünk el, és csak Facebookon. Tehát 10 000 embert értünk el, ebből 300 volt, aki már kitöltötte félig a jelentkezést, de nem fejezte be, és 3 olyan jelölt jelentkezett, aki viszont valóban komolyan gondolja, hogy egy igazi, vegytiszta magyar baloldali párttal fog indulni a választáson. A mozgalom elnöke úgy fogalmazott, hogy világos víziójuk, követhető programjuk és jó jelölteik vannak, tehát már vannak ezek szerint jó jelöltek. Mitől jó jelöltek ezek az emberek, akik nyilvánvalóan fogékonyak tehát a politika iránt, és mitől lesz valaki jó jelölt? Hát a helyzet az, hogy jelöltnek nem születik az ember, hanem azzá válik. De mi tulajdonképpen egy gyémántbányászatot kezdünk ezzel az innovációval, hogy meghirdetjük ezt a lehetőséget. És amit szeretném elmondani, amit ma a sajtótájékoztatón is elmondtunk, hogy mi tulajdonképpen szocializmus szeretnénk. Na most a szocializmus, hogy mit jelent másoknak, én elmondom, hogy nekem mit jelent. Nekem normális ennivalót, biztos fedélt a fejem fölött, normális oktatást, biztos tudást, és egy nagyon jó egészséget, de ezt mindenkinek, tehát nem csak kiváltságosoknak, ami most sajnos egyre erősebben látszik. Hogyan kívánják mindezt megvalósítani? Mondhatjuk-e azt, hogy a pénz áll a fókuszban? Tehát itt most arra gondolok, hogy lehet erre elegendő forrás is, mert az biztos, hogy többet szeretnének kínálni, de ez azonban pénz kell. Igen, tulajdonképpen mondhatnánk, hogy mindenhez pénz kell. Én mégis azt mondanám, hogy először emberek kellenek, akik elhiszik, mint ahogy én elhittem. Végre el tudtam hinni valakiknek azt, hogy jót akarnak. És én azt tapasztaltam, hogy az emberek általában fogékonyak a jóra. És nagyon szívesen segítenek, hogyha lehet, ha van rá módjuk. És én ezt látom, ezt tapasztalom, és gyakorlatilag a pénzkérdést az tulajdonképpen nagyon gyorsan meg lehetne oldani, hiszen Magyarországon, hogyha ugye nyugaton 2/3, 1/3 az arány, az elosztási arány, amiből 2/3 a dolgozók kapnak, akik megtermelik, és 1/3 pedig ugye nyilván a vezetőség, vagy aki ebben mindenféle tőkét, stb. Tett bele. Na most Magyarországon ez pont fordítva van, és Magyarországon 1/3 kapnak a dolgozók, azok, akik ezt megtermelik, és 2/3, amit ugye elvisznek a tőkések. Mi tulajdonképpen pontosan ezért mondtuk azt, hogy Magyarországon nincsen igazi kapitalista kritika. És mi ezt megfogalmazzuk elég keményen, és ezért mondjuk azt, hogy szocializmus kell. A szocializmus tulajdonképpen valójában az emberiség évezredes álma. Tehát
Jézustól, Marxon keresztül a mai kor emberéig. És elmondtam azt a négy alap dolgot, amire én azt gondolom, hogy én még tudok, én még emlékszem. Az édesapám egy egyszerű lakatos ember, csepeli lakatos ember volt, és ő egyedül eltartott egy négy személyes családot. Ezt ma már azt gondolom, hogy nem kell elmondani, hogy ez borzasztó, hogy most ezt nem lehet. Éva beszélt az emberek fogékonyságáról. Mennyire fogékonyak az ellenzéki pártok és azok vezetői? Azért is kérdezem ezt, mert több ízben beszélgethettünk az Igen Szolidaritásért mozgalom tagjaival, Szanyi Tiborral is novemberben például, aki azt mondta, hogy megkeresték újdonsült programjukkal a baloldali pártok vezetőit, kapcsolódási pontokat kerestek. Mégis, mint hogyha ez a közeledés elmaradt volna, vagy nem szólnak erről a hírek, miért nem tagjai az ellenzéki koalíciónak? Hát ez nagyon egyszerű. Tulajdonképpen mi Borsodban lent voltunk már a választásnál, amikor sajnos egy képviselő elhunyt, és helyette ugye egy új országgyűlési képviselőt kerestek, és mi lementünk Borsodba, és ott volt egy jelölt, egy jelentkező, aki egy fiatal, igazi, hogy mondjam, tehát egy nagyon agilis rendőr volt, aki most vállalkozó lett, 30 év körüli, tehát egy abszolút jó jelölt volt. Itt inkább arra gondolok, elnézést, hogy azóta voltak-e egyeztetések, erről már beszélgettünk korábban, és azóta hol tartanak az egyeztetések, és miért döntöttek úgy önök, vagy a többi pártvezető, hogy nem lesznek ennek az összefogásnak a részesei? Ez nagyon egyszerű ez a kérdés, hiszen ön is elmondta, hogy azóta már voltak ugyan egyeztetések, de nem velünk. Mi az első pillanattól kezdve nyitottak voltunk tulajdonképpen erre az együttműködésre. Sajnos nem érkezett rá olyan érdemi válasz, amivel lehetett volna foglalkozni. Mi változatlanul nyitottak vagyunk azokra, akik a mi alaptéziseinket, hogy így mondjam, ugyanúgy magukénak érzik, ez mint a 200 ezer forintos alapbér, a 100 ezer forintos minimál jövedelem, a 37.500 forintos gyermekpótlék, illetve a nyugdíjasoknak ugyanennyi kiegészítés. Tehát akik ezzel egyetértenek, tehát a baloldali eszmékkel egyetértenek, mert nekünk ez ezt jelenti, a segítés az embereknek, azzal mi nagyon szívesen leülünk tárgyalni. Sajnos nem maradt időnk, de azért azt hagyd mondjam el, hogy a felmérések szerint 1%-on áll a pártjuk, más kutatások szerint azonban vidéken akár az 5%-ot is elérhetik, úgyhogy biztosan lesz még erről szó, én addig is jó munkát kívánok. Köszönjük, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.